A CH szépségszalon vezetője már nagyon fiatalon tudta, hogy fodrászként fog dolgozni tanulmányai után. Cynthia a végső elhatározást azonban 11 évesen hozta meg. Magamnak festettem be a haját, az nagyon jól sikerült, aztán meg a szállításom is jó lett. Hány éves voltál akkor? 11. Ez a reklámtábla akár a cégkiradót is hirdethetni, de nem. Ez most nem azért van itt. A tulajdonos monogramját jelzi, Horváth Cynthia ferencvárosi szalonjában, ha kell, akkor hétvégén is fogadja a megszépülni vágyókat. Azt mondja, bejelentkezniük sem kell. Becsületkassa van, amennyit szánnak az emberek. De nem ez az egyetlen különlegessége a CH szépségszalonnak. Az üzletvezető szerint hozzá szívesen járnak azok a fiatal pályakezdők, akik a szépségiparban szeretnének elhelyezkedni, és elég bátrak ahhoz, hogy élesben kipróbálják magukat. A nagyobb neves fodrászoknál azért nem tudnak annyit gyakorolni. A hangulatosan berendezett szalonban a legjobb fodrászkellékekkel dolgoznak, Cynthia pedig gondosan ügyel arra, hogy mindig napra kész legyen a legújabb frizurák terén. Megadom neki a fazonját, hogy ilyen lefele hosszabbodó legyen. A legapróbb részletekre is odafigyel az üzletvezetője, de a legfontosabb számára a hozzá betérő vendég elégedettsége. Azt mondja, nála kérés nélkül jár a fejmasszázs. A fiatal lány azt mondja, pontosan tudja, mi kell ahhoz, hogy valaki jó hajszobrász legyen. Legyen stílusa, legyen gyakorlat a kezébe, kedvesség, az alázatosság. A Viola utcai szalonban egy profi manikűrös is helyet kapott, a terv, hogy minél több szépségipari szakember dolgozzon a CH-ban, de egyelőre Horváth Cynthiának most csak egy dolog a legfontosabb. Mikor feláll a vendég és azt mondja, hogy hú, ez nagyon jól sikerült.